Húsvét előtti nagy hét elmaradhatatlan része a tojásírás. Ennek a technikáját gyakorolták idén is a Gyergyószentmiklósi általános iskolák diákjai. A húsvéti ünnepkörhöz tartozó gyergyószentmiklósi szertartások, szentmisék és istentiszteletek programja. A kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a hagyományos határkerülés idén húsvétkor Gyergyószentmiklóson. Jó estét kívánok! A húsvéti ünnepek előtti utolsó fénypont következik, tartsanak velünk! 11 megyében okozott fennakadásokat a szélsőséges időjárás csütörtökre víradóan, közölte a Katasztrófa Védelmi Főosztály. A tájékoztató szerint Hargita, Brassó, Bákó, Botosány, Braila, Konstanca, Dömbovica, Jás, Mehedinc, Nyámc és Vászlój megyében volt szükség a katasztrófa védelem segítségére. Az időjárási viszonyok miatt 69 gépkocsi akadt el, amelyekben összesen 138 személy ült. A szél lesodort egy épület elemet, a víz elöntött egy pincét, 24 fa dőlt ki, 19 autó rongálódott meg. Hargita és Bákó megyében 28 településen okozott áramkieséseket a rossz idő, mintegy 3000 háztartás érintett. A károk elhárítása folyamatban van, közölte még a Katasztrófa Védelmi Főosztály. A húsvéti ünnepkör egyik legfontosabb eleme a húsvéti tojás, melynek elkészítésére mindenképpen érdemes időt szentelni. Gyergyószentmiklóson a húsvét előtti nagy hét elmaradhatatlan része a tojásírás, a hagyományápoló tevékenység idén is az általános iskolákban zajlott. Már a tavaly is az iskolákban zajlottak a hagyományos húsvéti tojásírási tevékenységek, miután az Etnográfia Gyergyóiensis Alapítvány 32 év után a tanintézményekbe költöztette ennek a hagyománynak a továbbéltetését. Akkor még a tojásírás technikáiban jártas szakemberek segítették a diákokat a tojásírásban, idén ez már a tanítók vezényletével zajlott. Kisné Portikirén néprajzkutató elmondta, biztos helyre került ennek a hagyománynak a továbbadása, hiszen nagyon sok lelkes pedagógus van, akik tesznek azért, hogy ez a népszokás tovább éljen. A jelek szerint lesz, aki ezt a hagyományt tovább éltesse, hiszen nagy héten az iskolákban az osztályok felváltva vettek részt a tojásíró foglalkozáson, a legkisebbektől a nyolcadikosokig. A csoportok óránként váltották egymást a tevékenységen, ahol megismerték a kesice és viasz használatát, és a különböző hagyományos hímes tojás mintákat is. A Fogarasi Mihály általános iskola diákjai a tanulók házában hangolódtak az ünnepre. Ott jártunkkor a harmadik B-osztályos tanulók írták a különböző mintákat a tojásokra. Én egy ilyen gerebélyés mintát rajzoltam rá, mert nekem nagyon megtetszett, mert könnyebb is, és ilyen viasszal rajzoltuk, tojást megírtuk, és nagyon-nagyon tetszenek nekem az egész. Most a kakastarét írom, és előtte volt egy tüskés tojás. És hogy érzed, hogy sikerült? Na, szerintem nagyon szép lett. Írtam már kesicére tojást? Igen. Nehéz a valót? Hát az első az mindig nehéz, de utána már belejössz. Én a tyúklábast csináltam. És nehéz volt ezt megírni? Nem, ez a könnyebb. Van már tapasztalatod, írtál már tojást? Igen. És még másodikba. Másodikba, és hogyan kell ezt készíteni? Mivel írjátok? Viasszal, ugye belemártsuk a viaszba, és úgy rajzolunk rá. Gerebje mintát, valamilyen gerebjét. Gerebje mintát. Na, nem annyira. Ha megtanulod, akkor már egy kicsit könnyebb. És mikor tanultad meg a tojásírást? Ki tanított meg rá? Hát tavaly egy néni mutatta, és azóta úgy próbálkozom jól csinálni. A Vaskertes általános iskolába is ellátogattunk, ott éppen a 6. A-osztályos tanulók írták a tojásokat, a tojásírás rejtelmeibe Béres Janka avatott be. Meleg kézben a tojást meg kell melengetni, hogy jobban rátapadjon a viasz, utána a viasz a kesicével megfestjük a mintát, és aztán a piros festékben megfestjük, és utána pedig le kell kapargatni a mintát. Hát én igazából azt néztem, hogy minél cifrább legyen, amennyit, hát amit meg tudtam csinálni, de pöttyözött mintát választottam meg, ilyesmiket.
Írtál már tojást, van már ebben tapasztalatod? Van, hát még 1-4-ben voltak ilyen foglalkozások, és akkor is írtunk tojást. És otthon is írott tojással várod a locsolókat, vagy? Igen, írott tojással, csak ott nem kesicével festjük, mert nincs otthon kesice, de általában markerrel, vagy ilyesmivel. Az írott tojások mintáinak nagy része szabályos, geometrikus formákra épül. A tojás felszínét 8 vagy 16 egyenlő részekre osztják, amit pontoznak, vonalaznak vagy apróbb mintával díszítenek. Húsvétra készülve az Együtt egymásért, Szent Miklósiakért program keretében 80 családnak kézbesített élelmiszercsomagot a Gyergyószentmiklósi Városháza Szociális Igazgatósága. Néhány nagylelkű gyergyószentmiklósi vállalkozó és magánszemély nem csak az adventi széles körben meghirdetett gyűjtéskor, hanem húsvét közelettével önszántukból jelentkezik és évről évre gondolnak a közösség nehéz sorban élő időseire, családjaira. A csomagokat a családok ismert szükségletei szerint igyekeztek összeállítani, külön figyelve a legkisebbekre. A Maros megyei múzeumban a Világló Egyesülettel partnerségben húsvéti néphagyomány jellegű foglalkozásokat tartottak óvodások és kisiskolások számára. A résztvevők többek között a berzselés technikáját is megismerhették a népi gyermekjátékok mellett. Húsvétra fordul lassan az esztendő kereke, ezt pedig változatos programmal jelzi a Maros megyei múzeum is. A Világló Egyesület közreműködésével óvodás és kisiskolás korú gyerekek számára tartottak húsvéti tematikájú, a magyar néphagyományokra épített foglalkozást. A programon felelevenítették a tavaszi ünnepek legfontosabb mozzanatait, az április elsőjei bolondozástól a Szent György napi szokásokon át a húsvéti hagyományokig. Népi gyermekjátékokat játszottak, illetve kézműves tevékenységeken a gyerekek elkészíthettek az ünnepkörhöz tartozó néhány tárgyi kelléket is. Beszéltünk a húsvéti ünnepkörről, elkezdve a virágvasárnapról, nagy hétről, a húsvéti népszokásokról, és próbáltuk kihangsúlyozni azt, hogy itt a környékünkön, a Nyáren mentén, a Maros mentén milyen népszokások voltak, illetve melyek azok, amiket továbbra is éltetnek az itt lakók. A muzeológus hozzátette, a műhely munkák, például a búza elültetése és aztán öntözése, kihajtása ahhoz is hozzájárul, hogy a városi környezetben felnővő gyerekek is testközelből megtapasztalhassák a természet tavaszi megújulását. A rendezvényen a húsvéti tojások nem a legközismertebb módszerrel, kesicével íródtak, hanem ezúttal a berzselés technikájával öltöttek ünnepi ruhát. Itt most tojást berzselünk, az azt jelenti, hogy hagymahéjjal színezzük, és növénnyel díszítjük. Tehát ahogy itt is látszik, ugye ez vadmurok levél, meg ez vérehulló fecskefű, és milyen cikcakos szélű leveleket gyűjtöttünk, azt vízzel rátapasztjuk a tojásra, és így harisnyával ráerősítjük. És hagymahéjból készült festőlébe kerülnek. A nagyanyáink, sőt, nekem édesanyám is gyerekkoromban mindig így festette a tojást. Egy az, hogy ugye nem műanyag festék, hanem teljesen természetbarát, környezetbarát. Könnyen elérhető, hulladékból lesz, és olyan szép színe van, amit üzleti festékkel nehezen lehet így előállítani. A mi környékünkön inkább ez volt a hagyományos módszer, mint a tojásírás. A gyerekek a kézműves műhelyeken búzát ültettek, kreppapírból virágdíszt alkothattak, illetve a nemezelési technikával is testközelből megismerkedhettek, tavaszi virágok kerültek ki az apró gyerekkezek közül. A Maros megyei múzeum igazgatója elmondta, a tudatos közönség szélesítés részét képezik a gyermekek számára kigondolt tartalmas programok. Fontosnak tartom azt, hogy egy szolgáltató múzeumot hozzunk létre, ahol nyilván itt a kiállítások mellett olyan tevékenységeket szeretnénk folytatni, ami kapcsolódik ugyan a kiállításunkhoz, de olyan tömegeket tudunk megszólítani vele, amik amúgy lehet, hogy nem jönnek be a kiállításba, vagy egy más képük van a múzeumról, és elsősorban ennek az egyik módszere azok a múzeumpedagógiai tevékenységek, amik most, hátam mögött is látható, gyerekeknek szólnak, de majd a későbbiekben szeretnénk ezt fejleszteni, akár nyugdíjas korig, olyan eseményeket szervezve, akár saját magunk egyedül, akár olyan egyesületekkel, mint a Világló Egyesület, vagy az Erdély Hagyományok Háza, vagy bármilyen más olyan intézmény, aki szeretne ebbe kapcsolódni, ahol ki tudjuk nevelni mi azt a
saját közönséget úgymond tudjuk formálni valamilyen szinten a kultúrát fogyasztó, kultúrát értő közönséget, ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom ezeket a tevékenységeket, és illetve azokat az együttműködéseket, amik ezt lehetővé teszik. Az intézményvezető hozzátette, a múzeum nyitott a társszervezőkkel való együttműködésre, a Világló Egyesülethez hasonlóan más alapítványok, szervezetek is jelezhetik, amennyiben bekapcsolódnának a közösségépítő programokba. A nagypénteki keresztút a Jézus szenvedésére és kereszt halálára való emlékezés, majd éjszakába nyúló szentségimádás után nagyszombaton, illetve húsvét vasárnap és húsvét hétfőn folytatódik a húsvéti ünnepkörhöz tartozó szertartások, szentmisék és istentiszteletek sora. Most ezeket ismertetjük a Fénytelevízió nézőivel. A nagycsütörtöki utolsó vacsora szentmiséjét követően elkezdődik a Szent Háromnap programja Gyergyószent Miklóson is. Nagypéntek, ugye az a csendnek a, mi azt mondjuk római katolikusok, hogy kötelező, szigorú bőjti nap, de ez nem azt jelenti, hogy most valamit eldobok magamtól, hanem azt jelenti, hogy most együtt élek Krisztussal, akit tudjuk magában a passióban megénekeltünk, hogy elvisznek, és éppen ilyenkor adja oda magát ő nekünk, és akkor mi is odaadunk magunkból valamit. Ez a bőjtnek a lényeg, amikor nagyon sokan vagy lemondással, jó cselekedetekkel, imádságokkal ünnepelnek, mondjuk így is, hiszen ez is az ünnep. Az ünnep nem csak az evésben és a mulatozásban nyilvánul meg, hanem a szívnek az örömében. Nagypénteken délután 14 órától indul keresztút a temetőtől ide a Szent Miklós templomig, és körülbelül 15 órától van az úgynevezett sírbatétel, amikor a 14. állomás, hogy a Szent Sírban elhelyezzük Jézusnak a testét, ami itt most csak egy jelkép, de ott a szívünkben van az, hogy a Krisztus odaadta magát értünk, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, ezt szeretnénk megjeleníteni. Aztán szintén nagypénteken 18 órától van a nagypénteki szertartás. Utána pedig arra hívjuk a testvéreket, hogy egészen húsvét vigíliáig vírasszunk, legyünk együtt Krisztussal. Tehát nagypénteken este 8 órától a templom nyitva lesz egészen húsvét vigíliájáig. Éjszakai vírasztás, szentségimádás, hívjuk ide az imaközösségeket, családokat, baráti köröket, hogy jöjjenek és vegyenek részt, kapcsolódjanak bele. Pénteken a Szent István templomban 17 órától lesz keresztút, majd a csonkamisének nevezett nagypénteki szertartás, amelyben az Úr Jézus szenvedésére és kereszt halálára emlékezünk, utána szentségimádást tartanak. A munkás Szent József templomban 14 óra 15 perctől lesz keresztúti ájtatosság, majd 15 órától kezdődik a nagypénteki szertartás. Ezen a napon a gyűjtés a Szent Föld megsegítésére lesz. Az örmény katolikus templomban 17 órától lesz a nagypénteki szertartás, a református templomban nagypénteken 10 óra 30 perctől és 19 órától lesz istentisztelet. Megünnepelhetjük húsvét ünnepét, és újra részesülhetünk az úrvacsora ajándékaiban. Az esti istentiszteleteken kívül nagypénteken délelőtt is a megszokott időben 11-kor lesz. Húsvét vasárnap reggel mindenhol ételszentelést tartanak az ünnepi szent mise keretében. 6 órától az örmény katolikus templomban, 7 órától lesz a Szent Miklós templomban, a Szent István és a munkás Szent József templomban is az ételszentelés. Húsvét vasárnap a Szent István templomban 11 és 18 órától, a Szent Miklós templomban 10:30-től, 12-től és 18 órától, az örmény katolikus templomban 10 órától tartanak szent misét. Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn a református templomban 10:30-től tartanak ünnepi istentiszteletet, húsvét hétfőn a Szent Miklós templomban a szent misék 8:30-tól, 10:30-től és 18 órától lesznek, a munkás Szent József templomban 9:30-től, az örmény katolikus templomban 10 órától, a Szent István templomban 11 és 18 órától várják a híveket. Nagy szombaton este ugye az az elvárás, hogy a naplemente után kellene kezdeni a szertartást. Mi 21 órától kezdjük nagy szombaton a tűzszentelést, majd bent a vízszentelést, a szentmisét, majd a gyertyás körmenet a központon keresztül, ahol kimegyünk a világba és hirdetjük, hogy Krisztus föltámad, Krisztus él. A körmenetek azok mindig tanúságtételek, mert odaállok valami mellé. Tehát azt jelenti, hogy megmutatom, hogy én ez az ügy mellett kiállok, megmutatom magamat ebben az ügyben.
a feltámadás ügyében való megmutatkozásra hívjuk itt a testvéreket. A Szent István templomban nagyszombaton 9 órától vízszentelést és szentségimádást tartanak. 21 órától lesz a vigília Szent Mise, utána pedig feltámadási körmenet. A Munkás Szent József templomban 15 és 20 óra között szentségimádás lesz. Az Örmény Katolikus templomban szombaton 19 órától lesz a húsvéti vigília ünneplése. Nagyszombaton a Református templomban a bűnbánati Isten tiszteletre 19 órától kerül sor. A Szent Miklós templomban reggel és este is várják a híveket. Gyergyó Szent Miklóson az 1800-as évek végétől hagyománya volt a húsvéti határkerülésnek, amit aztán hosszabb szünet után 1990-től szerveztek meg ismét. A kedvezőtlen időjárásra való tekintettel a szervezők úgy döntöttek, idén elmarad a húsvét vasárnapi határkerülés. A 33. húsvéti határkerülés megszervezésén dolgoztak a szervezők, azonban a havazás miatt kénytelenek elhalasztani ezt a hagyományos húsvéti programot. 33. éve kerülne az idén megszervezésre ez a határkerülés, de sajnos, hogy az időjárás nem volt kegyes hozzánk, mivel látszik, mekkora a hó, ez itt a városban ez még oly kevés ahhoz képest, hogy mi van a határban. Tekintettel az időjárásra így úgy döntöttünk a szervező nevében, hogy az idén a határkerülés elmarad. Ezt egyeztettük a főesperes úrral és a környező plebánia plebánosaival. Lejártuk a határt a tegnap, nagy a hó, nagyon esélyes, hogy autókkal beragadnak, nem biztos, hogy a lovak is minden ló átmegy azonnal a vízen, amilyen vizek vannak, és nem utolsó sorba a gazdákat is kell nézzük, hogy elég sok területen át kell haladjon a határkerülő csapat, és nem szeretnénk, hogy a területeket összetörjük. Idén a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia lett volna a soros a határban a Szent Mise bemutatásával, azonban az időjárás miatt erre csak jövőben kerül majd sor, mondták a szervezők. Hozzátették, a határkerülés hagyományának újraélesztését követően nem ez az első alkalom, hogy elmaradt az esemény. Sajnos a járványhelyzet miatt 2 évet is ki kellett hagyni. A határkerülés lényege abban áll, hogy a hívek ilyenkor áldást kérnek vetésekre, a terményekre, hogy azt kérik, hogy a Jóisten őrizze meg a ragyától, a sáskajárástól, különböző betegségektől, hogy legyen ősszel bőtermésük. Mint minden intézkedés bizonyára a határkerülés ügyébe hozott döntés is, egyeseknél szabadjon így fogalmaznom, kiveri a biztosítékot, de mindazoknak a megértését kérjük, akik hagyományőrzésből, akár abbéli szándékból imádkozzanak kint a határba az idei esztendő termésért, a megértésüket kérjük. Nagyon fontos, hogy fősorakozzunk azért egy kicsit az európai mentalitáshoz, nagyon fontos lótartó emberként, hogy a lovak jóléti állapotában is részvállaljunk. Ez meg az, hogy nem tesszük egy havas esőnek. Szeretjük az állatorvosokat, de nem akarunk munkát adni nekik ebből az alkalomból, és magától értetődő módon azért a kivonuló hívőkre, a kivonuló határkerülőkre is gondolni kell. Ismétlen még egyszer senkinek nem hiányzik, hogy a már le nem él szervezőtársam által felsorolt problémák mellé, akár egészségi problémákat is kerítsünk. Sajnálatos, hogy elmaradt, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy nem éltük meg a legjobban a Covid ideje alatt betiltott vagy meg nem szervezett határkerülés sem. Nagyon komoly hagyománya van a Gyergyó medencében ennek. Az idén bővült volna a csapat, hiszen Szárhegy is bekapcsolódott volna ebbe az egész dologba, de remélem, hogy egy következő időpontban a határok megáldására sor kerül. Szabadjon azt is esetleg kiemelni, hogy Gyergyó Szent Miklós lett volna az idén a soros a Szent Mise bemutatásával, egész pontosan a Szent István plébánia feladata lett volna ez. Egy évet tolódik. Magától értetődő módon az egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus Krisztus föltámadását akár határkerülés nélkül is úgy éljük meg, mint ahogy valójában a kereszténység legszentebb ünnepét meg kell élni. Áldott húsvét ünnepeket kívánunk mindenkinek! Nagy a lavina veszély a fogarasi havasok 1800 méter fölötti területein, ahol a hóréteg vastagsága helyenként eléri az 50-60 cm. Az ennél alacsonyabban fekvő részeken 3-as fokozatú a veszély az 1-től 5-ig terjedő skálán, tájékoztat közleményben a Szeben megyei hegyi mentőszolgálat.
A hegyi mentők figyelmeztetik a turistákat, hogy a fogarasi havasokban téli idején zárva vannak a turistaösvények, a turistajelzések többsége nem látható. Aki síelni, sítúrázni indul, szerelje fel magát megfelelően, beleértve a lavinajeladót, lapátot és ha lehet légzsákkal felszerelt hátizsákot is, és kérjen információkat a környéken szolgálatot teljesítő hegyi mentő csapatoktól. Romániában 558 ezer autizmussal diagnosztizált személyt tartanak nyilván. A betegségre igyekeznek világszerte felhívni a figyelmet, hiszen nagyon fontos, hogy időben elkezdődjön a spektrumzavaros gyermekek fejlesztése. Marosvásárhelyen a rendezvényt tartottak az Autizmus Világnapján. Ragyog kékben elnevezéssel ünnepelték meg a marosvásárhelyi Stefánia óvoda szervezésében az Autizmus Világnapját. A Napközi Otthon 2016 óta minden évben megszervezi az eseményt, idén pedig megyei szintre terjesztették ki, és autista gyerekekkel foglalkozó civil szervezeteket, szakembereket is bevontak az akcióba. Ugye pedagógusként már óvodába egyre többen, egyre gyakrabban találkozunk autista gyerekekkel, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, mi is a szakemberek is, hogy minél korábban elkezdődjön az autista gyerekek fejlesztése. Sajnos legtöbb gyerek közösségbe kerülésekor szembesül azzal, vagyis a családja, hogy másabb gyerekük van, mert ugye egy ingergazdag környezetben teljesen másképp viselkednek, mint otthon egy szűk körben. Április 2-át 2007-ben jelölte ki az Autizmus Világnapjának az Egyesült Nemzetek Szervezete, azzal a céllal, hogy széleskörű információt nyújtson az autizmusról, és felhívja a figyelmet a betegségre. Jelenleg világszerte a népesség 1%-a autizmussal él. Tavalyi adatok szerint Romániában 558 ezer személyt tartanak nyilván a spektrumzavarral. A leggyakrabbi tünetek, amik észrevehetőek az, hogyha a gyerek nem kommunikál, vagy nem reagál arra, ami a környezetében történik. Most a kommunikálás alatt nem feltétlenül a verbális kommunikálást értem, hanem nem sikerül vele szemkontaktust teremteni, nem reagál a nevére, nem sikerül vele kapcsolatba kerülni. A szociális interakció sérülni szokott, tehát hogy nehezen tudnak kapcsolódni szülőkhöz, más gyermekekhez. Játékokkal nem játszik funkcionálisan, vagy nem játszik sehogyan sem. Tehát ezek olyan alapjelek, amik már egészen pici korban észrevehetőek, és hogyha a szülő ezt észreveszi, akkor jó, hogyha minél hamarabb szakember felé irányul. Az autizmust genetikai eredetű idegrendszeri fejlődési eltérés okozza, egy olyan fejlődési zavar, amely az egész személyiségre kihat, egy egész életen át tartó állapotként írható le. A betegség jeleit leggyakrabban 2 és 3 éves kor között fedezik fel. Az, hogy mennyire képes egy gyerek beilleszkedni a társadalomba, elsősorban a spektrumzavar súlyosságától függ, de kulcsfontosságú az időben történő fejlesztés is. A beszéd hiánya az, ami igazán feltűnt, hogy láttam egy idő után, amikor bekerült az óvodába, hogy a többi gyerek beszél, másképp kommunikál, másképp lehet vele kommunikálni. Én meg nem igazán tudtam az én lányommal kommunikálni. És elindultunk, hogy nézzük meg, hogy valami baj van, vagy egyszerűen csak ő ilyen, és akkor kiderült, hogy az autizmus útjára léptünk mi is. Ezt, hogy milyen érzés volt megélni, vagy hogyan fogadták el ezt, hogyan szembesültek ezzel? Hát nem könnyű. Nem könnyű, abszolút nem könnyű. Ezt az ember hosszú idő alatt fogadja el lassan. A Deus Providebit házban megtartott eseményt követően a résztvevő szervezetek, pedagógusok, szülők és gyerekek kék lufikkal a kezükben vonultak fel Marosvásárhely főterén, azzal a céllal, hogy ne csak az érintettek szerezzenek tudomást az Autizmus Világnapjáról, hanem a szélesebb közönség is. A kék séta a színház téren ért véget. Április 12-én, szerdán 19 órától az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület és a Szent István Plébánia a Védd, amíg van előadás sorozat keretén belül szeretettel hív mindenkit Mikó Vasszilé mentő szolgálati asszisztens, rehabilitációs szakember, elsősegély, hogyan mentsünk életet című előadására. Az előadás magyar nyelven zajlik a Szent István Plébánia nagy termében. A Sztyaua vendégeként játszott szerdán este az Erste Liga bajnok Gyergyói Hoki Klub a romániai jégkorong bajnokság felsőházában,
Ismét nagy különbséggel 17-1-re nyertek Timáróék. A legfontosabb most is az volt, hogy minél kevesebb fáradtsággal, a sérüléseket elkerülve játszanak a pirosfehérek, és játékperceket kaphassanak a juniorok. A mérkőzés egy gyergyói játékosnak így is pozitív élmény maradt. A 16 éves Salamon Róbert élete második felnőtt meccsén gólt szerzett. A GHK csütörtökön este játssza az utolsó találkozót a bajnokság felsőházában, a brassói Korona ellen, hamarosan pedig jöhetnek a valódi tétmeccsek az elődöntőben. Híreink végén felhívjuk nézőink figyelmét, hogy a Fénytelevízió virágnegyedi ügyfélszolgálati irodája nagypénteken és húsvét hétfőn is zárva lesz. Mi ünnepi műsorrenddel jelentkezünk, kézműves percek, ünnepi süteménykészítés, húsvéttal kapcsolatos stúdióbeszélgetés, papi gondolatok, koncertek egyaránt szerepelnek kínálatunkban, amelyek részletes programját megtalálják a Fénytelevízió képújságjában, valamint Facebook oldalán is. Munkatársaim nevében is kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, viszontlátásra! Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.